Sziasztok, Zazoka vagyok, folytatjuk tovább a Divinity-t. Miután kiköhögtem magam a felvétel előtt. Igen, és jött egy olyan hozzászólás, hogy itt elhagytunk valahol egy kristály, vagy nem elhagytunk, hanem nem vizsgáltuk meg pontosan. Valószínűleg hogy erről a kristályról beszélt kedves hozzászóló. Kíváncsi, mint Károly. Károly úr. Ugye ez lesz ez. Jó, ide visszamegyünk és megnézzük. Jégkristály. Áthelyezés. És úgy megnézem, és én nem látok semmit a belsejében. Tehát eléggé áttetsző. De hát az nem jelent semmit. Lehet, hogy optikai csalódás áldozatai vagyunk. Oj! Mi? Mi van? A farkasok. Merre kellett volna mennem? Erre föl? Így? Vagy nem? Na most teljesen eltévedtem. Az orientáció az megszűnt. Szerintem... Aha, itt is van. Ó, mennyit elhagytam. Itt volt a kapu. Jó, mindegy. Harc. Na, miért nem megy vissza? Ó, már megint valamit bénázok itt. Fú. Farkasokkal van dolgunk, ami azt jelenti, hogy irtózatosan mozgékonyak lesznek. Tehát ott lesznek a nyakunkon. És mire is érzékenyek? Nagyjából mint az ember. Tehát, hogy semmiben sem kiemelkedőek. De nincs is nagy... gyenge pontjuk. Hát, ha bár jó, a tűz. Vízzel, ne? Habár nem értem, hogy vízzel miért nem, mert hát hittem most... egy ilyen nagyon hideg világban vagyunk, ugye, Télország. Tehát, hogyha vízzel, ha lelocsolom valakit, tehát az... És mondjuk percek alatt megfagy, azért ez nem kellemes. Vagy legalábbis, hát nem esik neki jól, fogjuk rá, ja. Oké, tehát tűz. És a víz az nem annyira. Na most viszont... Kezdésnek akkor rakjuk le inkább... Tehát Madorának most nem adok semmit. Kezdésnek rakjuk le Zombinikket. Nem fázik Zombinik, szerencsére. És menjünk vele egy picit hátra. Hát amennyit tudunk. Nem sok, de mégis több, mint a semmi. Jó. Ja. A fehér farkas! És az alfa farkas valami lelkesítést csinált. Várjátok, van, ha jól tudom, milyen büntetésünk is van, valamit néztem. Hogy... mintha mozgásunk lenne? Nem tudom, valamit mintha néztem múltkor, hogy most ez a hideg, ez mit csinál, ugye? Velünk. Csizmát! Ó, jó, eszembe jutott. Csizma, de az nem most lesz. Oké, szerintem... nála is rakjuk le. Tűz, akkor viszont inkább tűzelementált, mert ugye arra érzékenyek. Hát, ne oda rakjuk le, mert úgyis mozogni fognak a farkasok. Rakjuk ide őt, mondjuk ide elénk. Esetleg, ugye vele is akkor még hátra mozgunk egyet. Így. Sok értelme nincs, mert tehát tényleg sokat mozognak ezek a farkasok. Gyorsan sokat. Azt támadhatott, tesó. Oké, zsoké. Az a baj, hogy...
Szerintem 4 AP-t még előre tudunk menni, és akkor bele kerülnek azok a farkosok is, ugye? Hát én ezt jónak tartom, hogy oké, nem sebzünk valamelyik farkasban nagyot, de mindegyikbe belesebzünk. Tehát ott 3-ba bele fogunk sebezni. És én ezt szerettem. Na, tehát akkor. Nem tudom, hogy az minket ott sérteni fog, ha oda megyünk. 4 AP. Égés sikertelen. Igen. Igen, sajna, akkor nekem arra is figyelni kell. Így van, pont bele van a 3. Pont benne van a 3. Hát jó, lehetett volna jobb is. Ó, és természetesen a Volgrafnak a nagyon szuper szilánkos nyíl. Viszont így 4, így 3, igen. Hát akkor lehet, srácok, hogy ez lenne a nyerő. Ja, várjatok, de eléri? Mert nem éri el, szerintem a... Na most talán eléri, igen. Hú, de jó, hogy felfigyeltem rá. A földbe csapodott volna bele a nyíl, és inkább ugye akkor abba sebezzünk bele nagyobban. Jó, nem úgy jött össze, ahogy én gondoltam. Az elmélet tett, megcáfolta a gyakorlat. Hát srácok, Volgraffal esetleg megcsinálhatjuk azt. Már semmit. 3. Nyilat már nem tudunk kilőni, ugye? Nincs semmi olyan nyilunk. Én úgy emlékszem, hogy nincs. Ha csak nem... nem rakok le semmit. Nem. Volgraff maradjon ott, ahol van. És ennyi. Jó. Tűzelementál pajtással pedig... A pajtással pedig... Ugye ez sajnos egyre vonatkozik. Ó, várjatok. Jó, nézzük meg. Vagy mentsek? Ideje lenne menteni, ugye? Azt mondjátok ti is, hogy ideje lenne menteni. Megy ez? Jó, igen. Ennyi meg egy Bambi. De támadjuk őt, a fehér alfa farkast. Hát, ez elég gyengús volt, tesó. Jól van. Nickel. Adjunk egy picit. Őt elett, nem, szerintem őt nem. Mármint, hogy... Ennél nem tudjuk megcsinálni azt, hogy mind a kettő elkapjuk valami csoda folytán. Minden esetre ez is jó volt. Hát ő nagyon rosszul esett neki. Mindegy. Hát még mindig inkább őt támadjuk meg, mert neki kevesebb az életereje. Biztos, hogy nem fogjuk meg... Így van, biztos, hogy nem fogjuk megsemmisíteni, de nem baj. Madóra megbénítva. Köszi, te rohadt alfa fehér farkas. Jól van. Nem esett jól. És jól látom, 3 körig? Az szuper. Nem baj, megoldjuk. Megoldjuk. Na. Nem tudom, a fagyasztás. Tehát, hogy ilyenkor. Még hideg is van. Meg még rá is nyomom fagyasztást. Levegősebzés. Hmm.
Csábításon filózok egy picit. 6. 2, 4, 6. Tehát pont el tudnám nyomni. Ne a franc se tudja. Jó, nézd, simán elnyomok egy ilyet. Mit csinál? Hát... jó, ezt majd legvégső esetben hanyagoljuk. Megfagyott. Jól van. Mondjuk lehet, hogy utána kellett volna inkább ellőni azt a sebzést, mert értitek, tehát gondolom megfagyott állapotban büntetések vannak, tehát hogy többet tudok belesérteni. Basszus, kijöttem a gyakorlatból. És látszik, hogy sokat nem beszélt a bostalába. Kicsi... szerintem elkezdek beszélni, és attól, tudjátok, egy kicsit a torkot az irítálja. És akkor kezdek el mindig köhögni egy picit. Negrót kéne szopogatnom. Mit szólnátok hozzá? Az a baj, hogy nála most szerintem vízbot van. Pont le tudjuk cserélni tüzet. Na jó, nézzük meg a tüzet, hogy mennyit sebez. Akkor... Talán célszerű is amúgy lecserélni. Hol van a... basszus, nem. Nagyon idegesítő amúgy, üres helyek kiszűrése. Ugye ő lesz az. Más tűzbot nem lehet, csak ő. Két felszerelés, két támadás. Mágikus bot. És akkor a fehér alfát. Ő az szerintem igen, akinek vannak olyan képességei. A többinél nem nagyon láttam. Hát talán ha kétszer küzdöttünk farkasokkal, emlékeim szerint. Tehát, hogy csak ő tud ilyen extra képességeket elnyomni a csata közben. Na, jó. Nem már, de miért? Gyerekek! Tehát tűzbot. Basszus. Ő ennyire kemény a alfa? Ennyire kemény az alfa? Hát nem tudom, hogy van-e bármi értelme. És még mintha támadt is volna Madóra. Tűz elementálos barátunk. Kit támadjon? Neki nagyon kevés kell. Neki is. Jó. Menjünk először a biztosra. Megtörtént. Utána menjünk a kevésbé biztosra. Az nem történt meg. Jó, és maradjunk is ott vele. Volgráffal pedig megint elnyomunk egy ilyet, mert az rohadt jó. Ugye ez 8 méteren belül tovább repül. Ahogy nézem, mindenki benne van, aki kell. Ez az. És még el tudunk vele nyomni egy... nyilat is, tehát valamit. Mi legyen a srácok? Tűz! Sok van belőle, rohadt sok van belőle. Menjünk ugye a biztosra, tehát hogy igen, őt nem biztos, hogy meg tudjuk egy nyilvesszővel lőni. Te hogy állsz? Hát nem, menjünk a biztosra. Hisz értelemszerűen a halott ellenfél a jó ellenfél, ő már nem fog támadni. Abban a körben sem, és a következő körben sem. Köszi, Volgráf. Jól van, zombinikkel pedig kössük le ezt a farkast.
Na hát azért zombikám. Nem esik jól a hideg, vagy mi van? Tudjuk jól a zombi filmekből, hogy a zombik nem szeretik a hideget, mert belassulnak tőle. Sőt, akár meg is fagyhatnak. Ugye azt mondják azért, tehát ugye egyértelműen nincs keringésük, nem lehet. Másrészt meg ugye van valami, hát nem tudom, vér, vagy nem tudom, az a... Hát ilyen, mindegy, ilyen kocsonyás valami, ugye, van ugye az ereikben. És ugye hát azt értem szerint könnyebben megfagy. Tehát valami ilyesmi a én magyarázatom. Oké, zsoké, zsoké, kivel vagyunk most? Volgraf, Rodriggal. Na, itt van, ohohohohoho. Apuci! Apuci, apuci, oda lövi nektek. Nem, nem oda, nem oda. Oda, igen. Ez az, ó, de viszont azért sokkal nagyobb lett a terület. Nem baj, nem baj, nem baj. Jó volt ez, jól esett. Mit csinálok? Hát igen, vele sajnos nem tudunk semmit sem csinálni. Esetleg annyit azért tegyünk meg vele, hogy... Szerintem nem tudok vele mozogni, mert ugye bénult még, ugye? Kihoztam volna őt onnan. De nem, egyszerűen nem. Jó, hagyjuk is. Madora, Madora ott van. Madora kiesett a csatából. Csináljunk egy ilyen kis mocskosságot. Hát, várjatok, őket szerintem inkább ott kéne hagyni. A tűzben. Sőt, lehet, hogy amúgy is sikerül őket elpusztítani ebben a körben. Nincs még egy... jó. Mondjuk jó, minden esetre az is mehetne, értitek? Ez még ami nagyon jó, amit szeretek. Akkor legyen ő... alfára. Így van. Mert elképzelhető, hogy... Több mindenki kell majd ahhoz, hogy most ő megsemmisüljön. A Volgraf. Szerintem most a alfában lehet, hogy már csak egy sima nyilvesszőt belelők. Mentsünk egyet. Oké. Nem pazarolunk semmilyen extra nyilvesszőt, ha nem muszáj. Hozzuk egy picit hátrább, mert mintha Volgraf is ott... ...beletapodna a tüzes felszínbe. Mit mondták, kedves zombinik? Most már szedd össze magad, zombinik, mert eddig siralmas a... Na jó, ez már, ez így elfogadható volt. Na még egyet? Áj, zombinik, zombinik, te nagyon gyengusz vagy. Jó. Oké, és mostantól fogva semmit nem csinálunk, semmi extrát. Halem. Ha nem csak úgy lövöldözgetünk. Hol van még? Még egy van ott zombiniknél, ugye? Jó, pihi. El tudok odáig... Nem, közelebb kell menni, mindenféleképpen közelebb kell menni, csak az a baj, hogy... Hogy szerintem így sem lesz jó. Jó, mindegy, menjünk közelebb bele, aztán meglátjuk. Nát... De! Belógott a lábúja. Oké, jó lesz ez. Madora? Madorával tudunk mozogni. Nem fogunk már vele semmit sem csinálni, Madora megtette a magáit az elején. Oké, hagyjuk is a sunyiban. A Volgraf Hero köre következik, hát nem tudom, zombinék mondjuk nem áll a helyzet magaslatán. Lehet, hogy be kellene, hogy van? Be kellene segíteni. Egy csöppet nem találta el.
Ó, Volgráf, Volgráf, Volgráf. Jól van, de aztán most már ügyes legyél. Tökik, ennél ügyesebb, jó? De több nincs, ugye? Nincs elég akciópontom. Jó. Oké, pihi. És hoppá. Jó, oké. Meg is történt, aminek meg kellett történnie. Na, hozzuk ki a csapatot. És... Rodrig. És... nem. És gyógyítás. Nem is volt ez olyan rossz, mert csak Madóra szenvedett el szemmel látható sérüléseket. Jó. Nem volt ez rossz. Mentünk egyet. Most már nem akarok csatázni, hanem akkor most már tényleg megkeresem azokat a hülye kristályokat, és megpróbálok vele valamit csinálni. Tehát ha csata lesz valahol, mert valakit nem vettem észre, itt Seanfordál valahol még valami ellenség, akkor inkább visszatöltöm az állást. Suttogófa. Megölt fehér. A brutal end for our mysterious friend. A bad omen if ever there was one. Ha létezik rossz jel, akkor ez. Hát, temessük el! Adjuk meg neki a jégtisztességet, égessük el a tetemét, vagy valamit, szórjunk rá sót. Oké, zsoké, zsoké. Fanni virág. Nem. 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 Ha valami is nem tetszik a játékban, ez a hülye kőpapírollós hülyeség. Jó, szerintem... Ja, amúgy is Rodriggal vagyok, bocsánat. Na gyertek ki, fiúk! Hogy lehet támadó módba rakni magunkat? Így. Támadás. Ó, és csak ennyi? Kellett? Hát ez nem volt vészes. Aróka. Ó, oh, de megérte. Hófelügyelő. Egy... Pössze. Hófelügyelő. Hátra húspogácsa, ki vagy te, hogy jártadban keltedben csak úgy megzavarod egy ítélet végrehajtását? Ezt a foglyot Télország törvényszéke elé állították, elítélték és az ítéletet végrehajtották rajta. Igen, nem csak hát ugye Télország az most nem egy jó hely, nem egy igazságos hely, tehát... Ki tudja? Jó. The Earth Elementals within Hyberheim deserve the same rights as we of the Ice. He demanded that prison sentences given to those of the Green Ought to be equally linked to those given to Ice Elementals. Preposterous. Because the King would not acquiesce to the madman's insane demands, the Fiend retaliated. He broke into the prison and set free three high security inmates, Earth Elementals all, in protest. One of those prisoners went on to murder an innocent clod of ice. The other was 70 whips to pebbles by a mob that yearned on his whereabouts. Tell me, oh pompous bloodbag, does such a sower of death and discord deserve freedom?
De most jól látom, hogy ez a hófelügyelő, ez ilyen... hóember? Ugye gondolom akkor hóból van, vagy jégből van, mi meg ugye húspogácsák vagyunk. De ugye hát miért nem, miért húspogács? Tehát tudjuk jól, hogy az emberek víz. Nagy része víz, 90 akárhány százaléka. Na. Hát ugye ez lesz, akkor a kettes. Indeed. This King Boreas seems to have used the law to silence a campaign for equal rights in this land, the lout. Fancy that! An eternal sentence overturned by an ape. We'll snap your arms like twigs before we'll see that slime set free. Jaj, nem már, én sokkal durvább sértegetésekhez vagyok szokva. Nagy harc! Ho-ho. Jó. Tehát nem csak úgy ki kell szabadítani, hanem biza. Nekünk itt meg is kell védeni őket egyből. Kedves tesó, azt remélem tudod, hogy mi a barátaid vagyunk. Jól van. Scarlettino köre következik. Nézzük meg, hogy ki kell állunk szemben. Tűzzel nagyon nagy... víz ellen nagy védelmük van, tűzzel pedig ugye nagyon jól lehet őket bántani. A méreg az, jó, a mérget akkor azt hagyjuk. Várjátok, három van. Mennyi a életerejük? Esetleg azt nézzük meg, tesó, valahogy. Hát nekem ez úgy magasnak tűnik. Mindegyiknek annyi. Basszus. Na végre. Aha, mindegyik magas. Jó, de viszont tűzzel nagyon jól lehet őket bántani. Ami nekünk mondjuk... várjatok is, akkor a víz az nagyon... nem kóser. Rakjuk le megint hát nem akarom most zombiniket lerakni. Nem akarom most zombiniket lerakni. Lehet, hogy most ezt a taktikát követem, hogy... hol vagy? Itt van Madóra. Lehet, hogy például azért is kapott bénítást az előző csatában, mert ez segített volna rajta? Tehát a megerősített páncél. Jól van. És még tudunk is valamit tenni. Levegősebzés. Jó, nézzük meg egy levegősebzés. Mondjuk rá. Vagy ne rá. Ne. Ez van közelebb Madorához, azt fogjuk támadni. Basszus, nem látom, srácok. Na, úgy. Hát, nagyon keveset. Lehet, hogy botot kéne cserélni? Levegőbot. Nézzük meg. Jó, ennyi pontunk még volt. Ennyi pontunk még volt. Mi a fa? Gyerekek, mit csináltam az előbb? Ennyire... ezt vissza kell néznem. Ezt vissza kell néznem, mert nagyon hülye lehettem. Mi a franc van itt? Csodálkoztam is még most Scarlettnél, hogy ott láttam a tűzbotot. Mondom, jó, lehet nem vettem észre, kettő van belőle. Banyek, mi a franc van? Ilyenkor aggódom a elementális egészségemért, vagy a mentális, nem elementális, mentális egészségemért. Mi lenne akkor most, hogyha... megnézném azt, hogy akkor most a tűzsebzés az mennyit bánt itt a hófelügyelőnek. Hát,
Nem sokat, de ne felfelejtsük el, hogy 1000, ugye, az életerejük. Még tudok adni sebzésnövelést. Akkor Madorának adjuk is meg. Oké, és akkor most Madora köre következik. És most mentünk vele. Hogyha egyet támadok, tehát egyet elnyomok egy ilyen támadást, akkor még tudok gránátot dobni, és egy jó kis tűzgránátot valahova odasomok akár a... Hát ahogy kettőt el tudok kapni, az jó, de egyet remélem, hogy el tudok kapni. Van valamilyen tűzgránátom, ugye? Na jól van. Jó. Jó, nem volt ez rossz, nem volt ez rossz. És akkor felszerelés. Tűzvihar gránát, az olvassuk el. Vakság. Nem. Jó, akkor legyen tűzvihar gránát. Hűha, elég nagy. Mentettünk egyet? Nem, most nem mentünk egyet, tehát hogy most mentek egyet akkor, igen. Jó, és valahogy ugye úgy kéne dobni Madorának, hogy a kettő az úgy benne legyen. Hát, nem igazán jött össze. Habár, hát jó. Fogjuk rá. Madora. Jó, pont kint van. Amit csináltunk. Berobbantottuk itt a jeget. Amúgy gondolom, várjatok, tehát gondolom azért nem szabad itt... belassulni, mert... jó az, hogyha nem engedjük elpusztítani a foglyot. A rókát ebben az esetben. Gondolom én. Gondolom én. Oké. Okay. Jó, most nagyon filózok, hogy mit csináljak. Mert tényleg nagyon szeretem ezt ellőni. Hófelügyelő. Hófelügyelő. Aha. De hát ugye... tűz. Tehát tüzes nyilakat kéne lőni. Na jó, nézzük meg őt. Hát igen. Kell ez. Sokkal többet vesz le belőle. És ugye tudok belőle akármennyit lőni. Tehát ennyi. És így még most már elég szépen le fogom venni a életerejét. Ne ugráljál! Így van. Viszont... egy picit menjünk hátra vele? Hát, nem tudok vele sokat menni. Igen, úgy gondolom, hogy ezen a havas, jeges felszínen nem tudok annyira mozogni. Meg kell csinálni valahogy a szöges csizmát. Jó. Szerintem az segíteni fog. Jó. Jó, nem szabad félváról venni az üzenetet. Nem szabad. Ügyes vagy. Most jött el az az idő, hogyha le tudom rakni, nem tudom lerakni, akkor meg maradjon a levegő sebzés. Őt meg tudnám ölni, talán meg tudnám ölni. Na jó, nézzük. Mentsünk egyet. Mentsünk egyet. Az a tuti bizti 100%. Jó lenne legalább ezt az egyet... kivonni a forgalomból. Hát ez így nem maradhat. Gyors betöltés. Ez így nem maradhat. Ez így nem kóser. Jó, mit nyomjunk még el akkor? Ugyanaz levegősebzés... Földsebzés... Nézzük meg a földsebzés, ugye?
De nem már! Gyors betöltés. Bocsi. Bocsi. Kocsi, de ez jól lenne most már valahogy kivonni a forgalomból úgy, hogy... tehát, hogy most itt teljesen. Frankon. Mi van még itt nekünk? Igen, ez kérvénytelen célpontok. Ez ugye mérgezős sebzés. Mi van még itt nekem? Ez van, mint levegősebzés. Az a baj, hogy... ez még jobb levegősebzést okozott. Ugye, és azzal nem tudtam kinyírni. Várjatok? Nem erre gondoltam. Basszus, nagyon nem tudok vele mit csinálni. Igen. Vagy van különbség levegő és levegősebzés között? Jó, próbáljuk meg még egyszer ezt. Hát ha. Nem hiszem el. Még mindig, mintha egy pici életre lenne. Ott van. 9. Gyerekek, 9. Basszus kulcs. Megőrülök. Nem fog tudni mit csinálni vele. Tehát ez szörnyű így. Ez így szörnyű. Jó. Nézzük meg őt. Van különbség? Vagy nincs? Nem. Még az előbb... Ez igen. Jó. Mindegy, ez jó volt. Megbénítást olvasta még ezzel a villámos levegősebzéssel kapcsolatban. Lehet, hogy az pusztította el? Na jó, mindegy. Az a lényeg, hogy így most sikerült, érdekes módon. Jó, tüzes nyílt. Oda belelőjük. 3 pontunk maradt, szerintem az már nem elég semmire. Akkor hagyjuk. Szegény Aróka kapja a büntiket. Lehet, hogy basszus, le kéne raknom valami megidézett teremtmény, le tudok rakni valamit? Még mindig nem. Ó, basszus. Ja, várjatok. Tehát, a vakállapotot okoz. Ugye ez... ugyanúgy ugye levegősebzést csinálunk. De ugye azt mondja, hogy a szenszedék és ez elkábított állapot okozására, egykör erejéig. De hát most az elkábított állapotban mi történhet vele? Ugye? Érdekes. Nézzük meg, hogy sikerül őket megfagyasztani. Most tudom, hogy nagyon ilyen kétségbe esett ötlet, de hát ha. Nem úgy néz ki. Jó. Nem úgy néz ki. Jó röhögés befejezni. Oké. Akkor pedig srácok, nem sok marad, mint hogy... várjatok, vagy inkább spóroljak. És a következő körben mondjuk akár a farkas lerakom, tehát hogy egy... nem tudom, hogy mennyire lehet elvonni majd a figyelmüket, mert szegényt, tehát Arókát támadják nagyon. Lehet, hogy ez így is marad sajnos. Na jó, van, nézzük akkor. Madora köre következik. Na most viszont Madorával csinálunk egy olyat. Gyors mentünk. Így. Oké. Na, mondom oké.
Ugye neki is valami négyes támadása lehet. Jó. És érdekes, hogy ezt sikerült is leütni. Próbáljuk a leütőnyilat. Kétségbeesésünkben, srácok. Próbáljunk leütőnyilat. Ott van. Hát nem igazán sikerült. Sajna. Akkor ott maradjunk tüzesnél. Ez az. Kör befejezése, köszi Volgraf. Ez az. Scarlett-tel, pihi. Rodriggal, pihi. Madorával pedig jó rácsapunk egyet. De előtte mentünk. És akkor simán beledöfünk, mit szóltok hozzá? Ez az tavasz. Trees, earth, ground. The smell of the wintry pines and soil. A whiff of fresh air after years of nothing. Bizony jól gondoltam, szerintem, hogy igen, tehát hogy ott mind, tehát meg kell kímélni az életét. Mert ugye tudunk vele ide beszélni. Gondolom információt ad, esetleg segíteni is tud, a francia tudja. Jól van. És várjatok? És nézzétek meg, hogy kivel beszél? Scarlett-tel. Miért beszél szerintem Scarlett-tel? Mert föld és levegőnek a varázslói vagyunk, vagyis hát azokat az elemeket ismerjük. Ó, hogy erre is figyeltek. Szerintem ez nem lehet véletlen. Na. I am a liberator and an equalizer in this tyrannical prison plane. One of the few willing to stand rock solid against King Boreas' many miscarriages of justice. Oksa. Természetesen ugyanez nekünk jó. Master Warden of this prison dimension of Fairy exerted his power over we Earth Elementals with an iron fist. For an equal crime, an icy thief or assailant would receive half the sentence of a mossy one. Mint egy mohás. A fele az nem is olyan rossz, tesó. I protested. Meg igazságos. When I became clear that my demands fell on deaf ears, I took the law into my own hands. And freed three of my kind from Boreas's prison chambers. For my crimes, I was encased in ice. Silence then, but silent no more. Hyberheim, the eternal tundra, prison for the unwanted of the realm of Faerie. Here alone among the elemental planes, however, does Earth find prejudice at the hands of ice. Here alone do the elements rumble in unrest. Now, more than ever in Hyberheim, does this elemental unrest roil. This blizzard is most irregular, even among this eternal winter. And I feel within myself a tearing, a breaking of the normal sense of the earth within me. Has Boreas slipped even farther? Has his mind become somehow more corrupt? Huh? That hoary pig proclaims to hold the scales of justice over all of Faerie. But he's rigged the damn thing in favor of his own kind. Hát, mert ahogy szokott lenni, tesó. The other monarchs of the Faerie realm, true leaders, elementals all. Are loath to interfere with their mad brother and his ice prison. They ship him their criminals, and he deals with them according to his own mercurial laws. Azon gondolkodtam sokszor, hogy mi lenne, ha az Azokának nagy hatalma lenne. Gondolom, kitalálhatjátok, most nincs neki nagy hatalma. De hogyha nagy hatalma lenne, akkor visszaélne vele? Vagy olyan erkölcsi
erkölcsel rendelkezik Zozóka, hogy akkor is igazságos lenne. Hát ezt nem tudhatjuk meg. Sajnos kicsi a valószínűség, hogy Zozókának bárhol is olyan nagy hatalma lenne. Zozóka nem is szereti a nagy hatalmat. Na oké. Okay. Fehér boszorkányt keresem. Tudjuk már, hogy hol van. Boreas király börtönében. Így van. It wasn't that long ago that I myself determined to break into that tyrant's house of prejudice. It was no such thing. Oh, oh. Kanok zsangó végrehajtó intézetében nem volt egyszerű. Ó, hát akkor tud nekünk infót adni? And you expect me to help you, I suppose. Just because I risk life and limb for my people. Nem kell, tesó, akkor nem kell. Nem erőszak a disznótor. Ne elkockáztatod az életet, infókat adjál. Nem fogunk itt megfélemlíteni. Nem nyughatok, míg rámenek a fehér boszorka, bizony megjelenik a csábítás. Nem kérek tőled nagyobb kül, mint hogy elárulj némi információt, érvelés. Nem, ez nekem ez tetszik. De miért kell mindig ezt a hülyeséget nyomni, gyerekek? Tehát basszus. Nem, te tényleg nem tetszik. Még az elején egy kétszer szórakoztató volt, de most már nem tetszik. Oké, jó, ez a hülye, ez mivel fog jönni? Kővel. Akkor mi menjünk papírral. Jó, hát most véletlenül igazam lett. Jó. Most a kis buta papírral jön, menjünk ollóval. Nem. Mindig kővel fog jönni? Nézzük már meg. Akkor most jöjjünk mi is kővel. Vagy mi is. Nem, mi jöjjünk kővel. Oké, 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 oké. Vissza fog térni a kőre, a kis buta, vagy pedig akkor jöjjünk ollóval. Jöjjünk ollóval. Yes! Igen! Ügyes vagy. Ügyes vagy. Jó, mondjuk, oké, tehát értitek, egy földelementál ellen nyertem meg egy harcot. Ne legyünk túl büszkék, tehát nem egy valamilyen gondolkodó, akármilyen fifikás húspogácsa ellen, hanem egy földelementál ellen. Nem baj! There's a tunnel connecting the prison to the world outside. Nem baj, nem baj, nem baj. Basszus, ezeket viszont jól lett volna visszatölteni. Igen. És addig csinál, míg meg nem nyerem. Fanő ki a jobb szeméből, tehát egy golem fej szájánál található. Van belük néhány ezen a környéken, de ezt elég könnyű lesz megtalálni. Keres egy olyat, aminek egy fanő ki a jobb szeméből. Be. Oké. Basszus. Alagút. Jó, be kell járnunk akkor az baj, nem tudja megmondani. Na majd meglátjuk, hát ha azért kapunk valami jelölést a térképen. That, unfortunately, I know nothing. If you make it inside, and face the Archoppressor Boreas himself, do give him a solid stomp, courtesy of We of the Earth. Jó. Kedves Károly, köszönöm szépen a pro tippet. Sok segítség volt szerintem. Nézzük csak. Ennyi? Jó, akkor több nincs. Jó, hát ezt ugye gondoltam, hogy nem jön velünk. Farewell, friend. Veled is, tesó. Gondoltam, hogy nem fog velünk jönni. Gyorsan gyorsmentés. Gyorsan gyorsmentés. Gyorsan Rodrig. Gyorsan elkezdjük gyógyítani. Kit is? Hát, saját magát is. Jó. Szedjük össze a dolgokat addig. Éles hosszú tör, arany, farönt. Az ott mi a franc? Arra gondoltam ott, de akkor semmi. Arany, farönk. Ezt meg tudjuk gyújtani? Az micsoda? Hahahaha.
Ja. Oké, jó van. Bocs. Mondta Károly úr, hogy igen, tehát hogy tanyázni fognak a karakterek, meg összöges csizma. Mondtam, hogy jó, de előtte megnézem, hogy hogy esnek el. Jó volt azért. Ja, várjatok, viszont ott valakivel beszélni kell. Madora? Well, well, comrade, you certainly threw your weight around against those yappy hail nuggets. Talking snow. I've never heard of a more ridiculous magic trick. Jó, megcsináljunk már ezt a szöges csizmát, jó, megnézzük. Azokat, akiknek a túlélés attól függ, mennyire felhős az égbolt, jobb, ha megszabadítjuk a szenvedéseknél, elmondó vagyok. Csak azért, mert ezek az elementálok furcsák a számunkra, még nem tesz őket kevésbé valóságosan nálunk. De nem tudom most igazából. Nekem nem tetszik a kettes, legyen az egyes. Now, I suppose you lot have caught me with my proverbial britches on the floor. I never was one to know what to make of strange kinds of folks. Until now, it served me well to assume they were all some kind of source trick and act accordingly. But the times are changing, aren't they, comrade? Mm. Old Medora's gotta expand her worldview to include every manner of ridiculous talking ice cream sundae and such like. Okay, megvolt, megvolt, megvolt. És akkor várjátok, hogy mindent összeszedtünk. Itt igen. Talán még itt ezen a részen nézünk körül. Ott is megvolt. A Volgraf. Jó. Nézzük meg a naplót. Találtunk egy kis tejbezárt foglyot, lehet, hogy akad még olyan teremtmény, akit hasonló módon börtönöztek be. Kiszabadítottuk Arókát, és úgy döntöttük, segítünk neki. Visszavertük a felügyelők támadását, és meggyőztük Arókát, mondja el, hogyan lehet bejutni a börtönbe. Ez szuper volt amúgy. Azt mondták nekünk, hogy egy titkos alagút vezet Boreas király erdőtményének börtön celláihoz. Az odavezető csapóajtó, egy nagy golem fej, melynek egy fa nőki a szeméből, tövően talált betemetve. Tövően talált betemetve. Picit furi volt a szórend, meg a fogalmazás. De értjük! Oké, oké, oké. Ja, és akkor várjatok. Tárgykészítés. Itt van nekünk egy ilyen... Ja, az Merville. De miért? Miért Merville? Értek? De várjatok. Van nekünk csizmánk. Lehet, hogy azt csinál... Na jó, menjünk ide a receptekhez. Páncél. Melvért. Szövet. Tárgyaknál esetleg. Oké. Nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha... Na, gyere ide, apucihoz. Hogyha... leszerel. Tárgykészítés, vissza. Új tárgyak. Úgy, szögek. Minden igaz, akkor Rodrignál kell lenni a szögeknek is, tehát mindent ő hozzá gyűjtünk. Ott van. Nem túl sög, nem. Nem túl sok szögünk van. Nézzük meg. Százas szögek. Ó, oh, hello baby. Köszönjük, köszönjük a sokadik pro tippet Károly úrnak. Károly úrnak most már ki kell gondolni valami jutalmat. Oké. Felszerelés, 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 felszerelés. Immunitás erre elcsúszás. Ott van. Tehát úgy gondolom, hogy mindegyiknek, mindenkinek a saját csizmáját akkor elkészítem. Várjatok, viszont Madorát még meg kell gyógyítanunk. Ott van. Jó. Legyen most Volgraf. Felszerelés. Áldott vastag bőrcsizma.
Eldott vastag bőrcsizma. Ó. Hát is kell küldeni. Rodrig. Na hát ez most ilyen lesz, srácok. És akkor most legújabb tárgyak, ott van. És a szögek, az egy kicsit lejjebb volt. Ott van. Jó. Nem kell neki átküldeni, így most már ez így jó lesz. Ugye? Ott van? Igen. Azaz. Jó. Jöjjön Madora. Víz kemény ne... Mi? Víz kemény láncnadrág. Rodrig. Ott is van. Szerencse, hogy érdekes, hogy a szög... Nem is gondoltam, hogy egyszer ilyen fontos lesz a szög amúgy. De hát fontos. Oké. Okay. Madora. Igen, itt van. Ez az. Most Scarlet körre következik. Majdnem. Tűzoltó vastag bőrcsizma. Ó, bocsánat, ott van. Tűzoltó vastag bőrcsizma. Ott is van. Scarlet. Nem. Mit csinálsz? Itt van. Jó. Hát egy picit el kellett vele tötyömrészni, de ha várjuk, ha már itt vagyunk, basszus kulcs, akkor ellenőrizzük le az állapotokat. Leginkább ugye Madora, aki fontos. 9500. Jó, az is még jó, az is még jó. Még az is jó. Hát... Jó, azt már picit javítani kéne. Azt is. Más szerintem itt ez nem szoktak nagyon sérülni, oké? Okay. A Volgraf. Jó, javítsuk meg. Fontos, hogy mennyit sebzünk. Talán a védekezés mennyire nem fontos, de az már fontos. 27. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Na, ezt is szerencsére most eszembe jutott. És akkor gyorsan megcsináltuk és mentünk egyet. Oké. Okay. És körbenézünk itt is, hogy mi a figy... Ó, ott van egy láda is. Üres. Ja, mert be tudtam menni. És várjátok, ha ezt, ezzel is tudok valamit kezdeni? Amúgy. Támadás. Mentettünk. Aha, mindig csak... na jó, köszi, elég volt. Ahogy nézem, akkor mindig csak egy fogoly lesz itt. Ez ilyen helyeknél. Aha, aha, aha. Jó. Mindig csak egy fogoly lesz az ilyen jégkristályoknál. Nincs itt semmi esetleg? Jó. Na és akkor várjatok! Aha. Jó. Azt is megnézzük. Ránézik az órára, bocsi. Jó, ha harc lesz, akkor viszont... tehát most mentünk egyet. Ha harc lesz, akkor annak már nem állok neki, mert sajnos más dolgom is van. És annak kell, azzal kell foglalkozni. Tehát most csak sajnos ennyire volt időm. Jó, na nézzük akkor. Semmi. Gondolom nem mindegyikbe lesz. Tehát érdemes megnézni.
De akkor nem kötelező szerint mindegyikbe lesznek foglyok. De mindegyiket meg kell nézni. Jó, és akkor itt hogy voltunk? Ott jöttünk át, ugye egyből jobbra itt eljöttünk. Illetve egy kicsit nagyon itt tébláboltunk, itt elnéztünk, de akkor, ha minden igaz, akkor itt most többet nem hagytunk el. Igen, és az a baj, srácok, hogy... Nézzük még meg itt azért, hogy van-e esetleg valahol, nincs. Hát az a baj, hogy ezekkel is kezdeni kellene valamit. Hopp. Már itt van. Velek is kezdeni kéne valamit. Jó lenne valahogy Hilda... Makulátlan bűbájó. Szarva. It's not but a bit of bark. I bet it doesn't even have ears. Makulátlan bűbájos. Szóval nem tudom, hogy velük most mi legyen, mert ugye utálom azt a hülye kőpapírollós játékot, és nagyon nehéz volt velük, ugye? We're lost, goddess, damn it. We're not lost, we're just a little turned around. Can we ask Silvio for directions? I bet he knows this place like his own stump. Oh. De ki az a Silvio? Ő lenne az? Szarvas. Szarvasokkal is lehet beszélni, gyerekek. Csak az a baj, hogy el tudjuk őket valahogy érni. Ó, basszus kulcs. Há, jó, lehet. Tehát, csináljunk egy mentést. Most már ezzel sem fogunk foglalkozni. El tudom képzelni, hogy a következő felvételnél... Rászánom azt az időt pár próbálkozásra, hogy... Tehát ugye egyszer sikerült velük... ugye az a kőpapírolló párbaj. De utána ugye még egyszer jött. És ugye azt már, és nem lehetett menteni emlékeim szerint közötte. Tehát, hogy így, hát, hogy így bele kéne egy párszor próbálkoznom, és hát, ha akkor sikerül valamit elérni. Bízva abban, hogy a második ilyen kőpapírolló csata után már ugye nem kell egy harmadikat csinálni. És hogy lehet, hogy akkor... pár próbálkozás, igen, rászánjuk így a következő videó elején, aztán ha más nem, megvágom őket valahogy, vagy nem tudom, de azt, ha meg elfogy a türelmem, akkor pedig, hát akkor pedig megnézzük, hogy akkor harcolunk velük. Tehát akkor tényleg jobb ötletem nincsen. Vagy még ugye annyit lehet csinálni, hogy elkerülöm őket, de hát annak meg mi értelme van. Meg gondoltam arra, hogy valahogy később visszajövök hozzájuk, de hát amit most meg lehet csinálni, azt most csináljuk meg. Ne kerülgessünk itt senkit. Jó? 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 Oké, srácok. Ennyi lett volna akkor ez a felvétel. Köszöntöm szépen a figyelmet, jó kedvetek, vigyázzatok magatok, sziasztok!